A húsvéti nyitás óta gyakorlatilag folyamatosan fogadunk osztályokat előzetes bejelentkezés alapján, osztotta meg velünk Farkas Diana. A turisztikai referens kitért továbbá arra, az ideérkezőknek igyekeznek minél színesebb programkínálatot nyújtani. Ebben nagy segítségükre vannak más helyi szolgáltatók is. Többek között a csoportok kis vonattal vagy lovaskocsin felfedezhetik a település építészeti kincseit egy városnéző túra keretében. A körútról visszatérve pedig felfrissülhetnek a büféknél, ha ez megvolt, akkor a vállalkozó szellemiek alkalomattával ijászkodhatnak, de emellett ügyességüket letesztelhetik egy csocsómeccs során, valamint a kalandparki pályákon is. Mindez csalogató a turisták számára. Az osztálykirándulók általában Csongrád, Békés, illetve Jász-Nagykunszolnok megyéből szoktak érkezni. Ők többségében azért egy napra jönnek, ugye reggel elindulnak otthonról, és akkor délután már mennek is haza. Viszont az osztálykirándulások lezárultával elindulnak a nyári táborok. A nyári táboros gyerekek akár már több napra is ide érkeznek a városba, és nagyon sok programot tudnak kombinálni, hiszen a Hagymatikum fürdőbe is el szoktak látogatni, illetve a Hagymaházba, akár moziba is mehetnek, illetve meg szokták látogatni még a József Attila Múzeumot is. Ha felnőtt csoportokról beszélünk, ott nagyon vegyes a kép, hiszen tényleg vannak olyanok, akik csak egy napos látogatók. Az idősebb korosztály általában a lombkorona sétányt kedveli nagyon, és azt látogatják meg, viszont a fiatalabbak szívesen vesznek részt csapatépítő programokon, szintén itt a Maros kalandparton is. Stábunk kíváncsi volt arra, hogy a látogatók milyen benyomásokat szereztek Makóról. Én már többször voltam a Maros kalandparton, én felnőttként is szeretem ezeket a játékokat, kipróbáltam a felnőtt pályát, kanopit. A kollégámmal Domaszékről érkeztünk, Szeged mellett 15 kilométerre található a település, két osztállyal jöttünk, ötödikesekkel, 28-an vannak, és remélem, hogy jól fogják érezni magukat. Én nagyon szeretem Makót, nagyon szépen fejlődött, vannak olyan környékbeli városok, amikhez képest sokkal szebb, tehát nagyon jó ide kijönni. 15-en jöttünk egyébként, nekünk ez az utolsó kirándulásunk így együtt, és hát igazából mindenki várta már, nagyon jó osztály vagyunk, és így élvezzük, hogy ugye nincsen veszekedése köztünk, és akkor így nagyon jó. Milyen itt a lombkorona sétányon? Hát nagyon jó, van akik félnek, ugye már magasba vagyunk, hát igazából szép minden, rálátunk a Marosra is, és akkor ez így nagyon tetszik. Mint megtudtuk, a nyitvatartást két változás is érinti. A lombkorona sétány június 10-től, azaz a mai naptól délelőtt 10 és este 8 óra között látogatható. A kalandpark pedig június 17-től a hét minden napján 10 órától egészen este 7 óráig fogadja a kikapcsolódni vágyókat.